Nem békült ki egymással Újhely István szocialista és Schneider Tamás jobbikos képviselő, így ősszel a bíróságon folytatódik a rágalmazási perük. Újhely István 3 évvel ezelőtt az Egyenes Beszédben fajgyűlölőnek nevezte Schneider Tamást, aki a Jobbit éppen akkor jelölt az országgyűlés alelnökének. A jobbikos politikus még 2015-ben tett feljelentést. 3 évvel ezelőtt az Egyenes Beszéd című műsorban fajgyűlölőnek nevezte Újhely István szocialista politikus Schneider Tamást, akit a Jobbik az országgyűlés alelnökének jelölt. Az országgyűlés akkor távozó szocialista alelnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy, ahogy fogalmazott, rasszista indítatású erőszakos cselekményekért felfüggesztett börtönre ítélt politikus ilyen magas állami tisztséget töltsön be. Demokratikus nyugat-európai országokban, ahol ugyanúgy léteznek 5-10% körüli neofasiszta, neonáci pártok, szélsőséges pártok, akik lehet, hogy biznisz nácik, de egyébként működnek és összeszednek néhány százezer szavazatot, de ott összefog és falat épít a demokratikus világ és ezen pártok világa közé a mindenkori hatalom, legyen az jobboldali, liberális vagy szociáldemokrata. Az országgyűlés alakuló ülésén a Jobbik és a kormánypártok képviselőinek szavazataival Schneider Tamás megkapta a szükséges támogatást. Az országgyűlés 150 igen, 35 nem, 5 tartózkodás mellett Schneider Tamást az országgyűlés alelnökének megválasztotta. Schneider Tamás 9 hónappal később, 2015. januárjában perelte be rágalmazás miatt Újhely Istvánt. A bíróság most hallgatta meg először a két politikust. Békülnek, nem békülnek. Békülés fenntartja az állításait, Újhely képviselő, úgyhogy majd szeptemberben lesz folytatás, és akkor kell majd újból megjelennünk a bíróság. Ön is fenntartja a keresetét? Hát persze, természetesen, hogy lát. Újhely István sem engedett korábbi álláspontjából. Nem békültem, olyan politikai, kibékíthetetlen világnézetbeli különbség van kettőnk között, ami miatt nincs helye békülésnek. Ez egy politikai vita, fenntartom azt az állításomat, hogy az Magyarországgyűlés alelnöki székében ilyen múlttal nincs helye egy politikusnak, Schneider Tamással, magánemberrel, nekem semmi bajom nem kellene, hogy legyen, de úgy, mint állami vezető, elfogadhatatlan számomra, hogy ilyen tisztséget töltsön be. Ha ő ezt jogi útra terelte, akkor lelke rajta, találkozunk a bíróság előtt. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon szeptemberben kezdődik a két politikus pere, ahova Újhely Istvánt már vádlottként fogják beidézni.